Idén 2,5-szer annyi diák indult el a pénzsztár pénzügyi gazdasági versenyen, mint az előző években. A 2015-ös megmérettetésre 1800 csapat, azaz 7200 diák jelentkezett, ma pedig közülük a legjobbaknak osztották szét a megyei fordulók feladatlapjait, többek között Nyíregyházán is. A fiatal versenyzők között mindig akadnak olyanok, akik nem pénzügyi osztályban tanulnak. Az lenne a cél, hogy ne csak a pénzügyi diákok rendelkezzenek pénzügyi tudatossággal, hanem minden felnövekvő nemzedékre is kiterjedjen ez, és az önálló életkezdéshez, a család alapítással kapcsolatos pénzügyekhez, a szakmai pénzügyi területeken, aki ilyen munkakörbe dolgozik, akár vállalkozóként, akár nagyvállalatoknál, sokkal képzettebb, tájékozottabb és tudatosabb legyen a munkájában is, és a saját családi mindennapi életében is. A megyei selejtező fő szervezői a Szabolcs Takarék és a NAV megyei adóigazgatósága. A szervezők képviselői, a zsűritagok azt mondták, céljuk, hogy a középiskolás korosztály figyelmét felhívják a pénzügyi kultúra fontosságára. Saját képzési programunk is van ezzel kapcsolatban. Megyek középiskoláit járják a kollégáink, és 3x90 perces órák keretében igyekeznek a középiskolás tanulók körében elmélyíteni az adótudatosságot, és gyakorlatilag ezzel a célkitűzéssel egyezik meg a Pénztár című vetélkedő sorozatnak a célkitűzése. Az idei megyei versenyen 5-4 fős csapat mérte össze tudását, a diákok meghatározott időt kaptak a feladatok megoldására. 14 órakor, mint egy érettséginél felbontjuk a borítékot, és az országban egyidejűleg zajlanak ezek a versenyek. Örömteli, hogy a mi megyénkből mindig jó szerepelnek a következő szintű versenyeken is. A diákoktól komoly felkészülést igényel. Tehát ez teszteket tartalmaz, fogalmi meghatározásokat, egy nagyon kiterjedt szertágazó ismeretanyagot feltételez. Az első feladatnál többek között az osztalék, a portfólió és a GDP fogalmát kellett felismerniük a versenyzőknek. A mai világban nagyon fontosnak tartom, hogy már fiatalon elkezdjünk a pénzügyel megismerkedni, és ehhez nyújt nagy segítséget ez a verseny. A megyei selejtezőn 5 csapat vetélkedett azért, hogy ott lehessen a középdöntőben, majd a fővárosi fináléban.